Hát nem mi vagyunk a fontosak, tehát nem a kortársadalom a fontos, hanem az irodalom általában. És az a hitünk van, hogy hát ha az a világ, amiben élnek, az jobban érdekli őket, mint 300 évvel ezelőtt őseik világa. Konkrétabban az a hitünk van, hogy önmaguk érdekli leginkább őket, vagyis az egójuk fejlődik éppen. Ha olyan szövegeket látnak, olyan szövegeket olvashatnak, amelyek úgy érzik, hogy adnak az ő személyiségükhöz, egójukhoz valamit, amelyek törődnek velük, akkor talán azokat hajlandóak egy kicsit nagyobb figyelemmel olvasni, és azoknak a szövegeknek hajlandóak elhinni, hogy azok a klasszikusok, amikből táplálkoznak, azok is törődnek velük. És akkor talán ez elindít egy ránc-ránc reakciót. Mindenféleképpen engem is a kreatív része indított el. Tehát azért kezdtem el olvasni, hogy jobbakat írjak. Tehát azért kezdtem el olvasni, hogy el tudjak lopni fordulatokat, amelyeket be tudok építeni a saját szövegeimbe. Azon túl volt egy nagy hatású író-olvasó találkozó, ami egészen kifordított engem. 91-ben Kányádi Sándor ott járt a városban, ahol én jártam gimiben. Ez nagyon nagy dolog volt, erdélyi írót eleve látni, írót látni. Én is afelől indultam, hogy önmagammal tudjak valahogy zöldágra vergődni és kibéküljek magammal, és efelől indultam el az olvasás felé. Hát a legkomikusabb és legédesebb egyszerre, ami tényleg nagyon bájos tud lenni, mikor ott ül az érettségire készülő osztály, aki már kellően meg van rémülve, jegyzetfüzettel vagy laptoppal manapság, és bemész és várják, hogy akkor most mondd el, hogy rólad mit mondjanak. Akkor hát elbeszélgetünk, én mindig az irodalomról beszélek, mindig arról beszélek, hogyan találhatják meg önmagukat az irodalomban, az egyéniségüket, hogy keressék önmagukat. És akkor a végén, amikor vége van az órának, akkor nem egyszerűen olyan bérmény, hogy ez őrült jó volt, ezt ő nagyon élvezte, és hogy rá nagy hatása volt. De az érettségi mit mondjon? És akkor erre azt mondom, hogy hát édesfiam, olvasd el a szöveget, és találd ki. Tehát ezt nehogy azt már én mondjam meg, hogy mit mondja a szövegről. De nagyon jó az a pillanat, amikor kikapcsolja a tollat és eldobja. Tehát amikor elkezd figyelni, és amikor azt mondja, hogy na hát engem ez a fasz érdekel. Addig ugye azért ül ott, mert hasznot akar húzni abból, hogy most én kidolgozom helyette a tételt. Csak a kettő átbillenés az nagyon szép pillanat.